Tisztelettel köszöntöm nézőinket! Szokásuk-e még a könyvolvasás? Vannak-e fórumköteteik? Hogy melyek a legújabbak? Erre a kérdésre Virág Gábor, a Fórum könyvkiadó igazgatója ad majd választ. Szeretettel köszöntöm műsorunkban! Én is tisztelettel köszöntöm a nézőket! Hogyan telt a nyár a Fórum könyvkiadóban? Hát a nyár az inkább a felkészülési időszaka volt az őszi rohamra. Ugye július-augusztus inkább a nyaralás időszaka, illetve egyfajta borka szezon, és inkább próbáltuk összpontosítani az erőinket, és hát készülni az őszi rendezvényeinkre, illetve az őszi kiadványainkra. Előtte júniusig nagyon sok könyvbemutatón vettünk részt, könyvhét, könyvfesztivál, illetve hát a saját szervezésünkben a különböző bemutatók, és hát nagyjából a kétharmadát teljesítettük is az éves tervünknek, és hát felkészültünk az őszi rohamra, már szeptemberben, illetve hát már augusztus végén voltak rendezvények, ahol megjelentünk, Szent István nap, Palicson, de Szivácon a Szenteleki emléknap, szeptemberben pedig elkezdődtek már az irodalmi rendezvények, Kanizsai írótábor, nem sokára kísérjesen a Hegyesi Literatúra, szintén Szivácon a Szenteleki nap, és hát közben is a héten Horgosra megyünk, Topolyánra is megyünk ugyanezen a héten, úgyhogy újra beindult a nagy üzem. Ha már feltettük a kérdést, hogy melyek a fórum legújabb kötetei, és itt van az asztalon jó néhány, akkor beszéljünk arról, hogy melyek ezek között a legújabbak. A legújabb könyv az napokban hagyta a nyomdát, Böndör Pál, Bender és társa című regénye, amely a 2013-as regénypályázatnak a nyertes kézirata. Ezt a Kanizsai írótáborban mutattuk be. Hát Böndör Pált gondolom, hogy nem kell bemutatni, elsősorban őt költőként ismerjük, de én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó kis regényt sikerült összehoznia. Ez egyébként egy 1993-ban íródott versnek a vershez íródott lábjegyzetek, amely a, tulajdonképpen a vezeték nevének az írásmódjával játszadozik. Szívesen tudom ajánlani mindenkinek. Egy másik friss könyv, igaz, hogy ez már júliusban megjelent, Mozgalom, kultúraformálás, irodalmi gondolkodás címmel. 85 éves az idén a Híd folyóirat, ebből az alkalomból januárban szerveztünk egy konferenciát, és a kötetednek az anyagát tartalmazza. Tudni kell, hogy van mellé egy CD melléklet is, viszont a Híd 85 év folyamának az összes anyaga megtalálható, tehát könnyűszerrel lehet most már a Híd számokat keresgélni, utána nézni, mi jelent meg, mikor jelent meg, különböző keresési módszerekkel sokkal könnyebben lehet kutatni, mint az eddigiekben. És akkor talán még egy könyvet mondanék a frissebb közül, ez pedig Koszka József naplója 1914-ből, ugye 100 évvel ezelőtt kezdődött az első világháború, és ebből az alkalomból jelentettük meg ezt a kis könyvet, amely egyébként olvasható volt a Híd folyóiratban is, és hát először arról volt szó, hogy különnyomatként jelenik meg, de aztán végül sikerült könyvformájában is megjelentetni. Ezt is tudom mindenkinek ajánlani, aki érdeklődik a történelem iránt, világháború eseményei iránt, annál is inkább, mert egy magyarországi jászapáti fiatalembernek az élményeit olvashatjuk benne a szerbiai Sobász környéki fronton. És hát az első világháborúra emlékezve az idén még egy könyv meg fog jelenni, a Kozma József szövege, ez is remélhetőleg egy hónapon belül megjelenik. Úgyhogy talán ezek lennének a legfrissebbek. Nem minden fórum kötet úgynevezett könnyed irodalom, regény vagy szabadidőt kitöltő olvasmány. Mégis mennyire népszerűek, mennyire olvasottak a fórum könyvei, kiadásai? Hát tudni kell azt, hogy mi kis példányszámban jelenik meg, tehát hogyha viszonyítom a példányszámunkat például a magyarországi vagy a szerbiai szerb kiadványokhoz, akkor ez egy
aránylag kis példányszámnak számít. Ugyanakkor több olyan könyvünk is van az utóbbi időben, amelyek már nem kaphatók, illetve hát gondolkozunk az utánnyomáson. Az egyik ilyen volt Német István Fordulat után című regénye, amelyből most nem is tudok mutatni, mert nem is találtam itt hirtelen a raktárunkban. Talán az a titka annak, hogy egy-egy könyv hány olvasóhoz jut el, illetve hogy milyen példányszámban tudjuk eladni, az, hogy hány helyen mutatjuk be. Ezt tudva levő, illetve hát sajnos, hogy így van, de megszűnt az a régi fórum terjesztőhálózat, amelynek köszönhetően szinte minden nagyobb településen található volt könyvesbolt. Ez sajnos leépült, és hát különböző alkalmi módszerekkel próbáljuk megoldani a könyvterjesztést. Mint említettem is, rengeteg könyvbemutatót szervezünk. Szinte nincs olyan település Vajdaságban, ahol ne fordultunk volna meg az elmúlt években. És hát még egy lépés történt ez irányban, amellyel próbáltuk megkönnyíteni azt, hogy a könyv minél könnyebben eljusson az olvasóhoz. Felújítottuk a honlapunkat, és azon keresztül nagyon könnyen egy-két adat megadásával megrendelhetik a könyveink. Én ezt tudom ajánlani mindenkinek, akit érdekelnek a fórum könyvek, hogy próbálkozzon az online rendeléssel. Annál is inkább, mert a postaköltséget a kiadó fizeti, így hát bolti áron bárki a nap bármelyik szakaszában megrendelheti a legújabb kiadványunkat. A modern technológia lehetőségeivel másként is él a fórum. Konkrétan a könyveket online olvasni lehet-e? Igen, az idén indítottuk ezt a folyamatot, hogy e-könyv formában is megjelentetünk olyan könyveket, amelyek már nyomtatott formában nem kaphatók. Hát ez most van kialakulóban a folyamat, de év végére már tizen pár könyvünk olvasható lesz, illetve kapható lesz e-formátumban is. Az is pénzbe kerül? Igen, az is pénzbe kerül, aztán egy idő után ingyenesen is hozzáférhetők, illetve hát a régebbi könyveink is PDF formátumban megtalálhatók a honlapunkon, valamint próbálunk minden olyan eszközt bevetni, amivel esetleg népszerűsíthetjük a kiadványainkat. Nagy divat újabban a könyvtrélerek készítése. És több olyan könyv van, amelyet már ezekkel a könyvtrélerekkel is hirdettünk. Ez tulajdonképpen egy kis klip, ami próbálja felhívni a figyelmet a könyvre, és hát ezt is az interneten keresztül népszerűsítjük. A kiadónak tavaly óta van Facebook oldala is, ott minden eseményről, minden kiadványról, minden kritikáról igyekszünk beszámolni. Milyen újításokat vezetett ebbe, amióta igazgatója a Fórum könyvkiadónak? Hát, hogy újításokat, ez mondjuk a kiadó múltjára visszatekintve próbáljuk őrizni a hagyományainkat. Ugyanakkor talán ami az újításokat illeti, az, hogy próbálunk korszerűek lenni, próbáljuk a modern technikákat bevetni, és talán amit mondjuk ezt nem én mondom, bár én is így gondolom, hanem külső emberek jelezték, hogy talán látszik a kiadó arculatán, hogy egy új igazgatója, főszerkesztője van. Hát ez is a kornak a követelményeihez próbáltuk igazítani, hogy kissé színesebbek, kissé látványosabbak a könyveink. Ma már elengedhetetlen feltétele a könyvkiadásnak is, hogy minél jobban odavonzza a tekintetet, és hogyha az ember bemegy egy könyvesboltba, akkor maga a könyv látványa is csábító legyen olyannyira, hogy kezébe vegye és esetleg el is olvassa. Említette, hogy sajnos a terjesztő hálózat fölbomlott és nem létezik már, úgyhogy a könyvnek kell az olvasóhoz mennie, könyvbemutatókon tudják értékesíteni az árujukat, a terméküket, hogy így mondjam. Mennyire gond ez? Mennyire probléma? Hát számunkra nem probléma, mert szeretünk mi is találkozni az olvasókkal, illetve hát minden
könyvben mondhatónak megvan a saját varázsa. Abból a szempontból probléma, hogy nagyon sok helyen, ahol megfordulunk, maguk az olvasók panaszkodnak, hogy ezek a régi időkben bement a sarki könyvesboltban, és ott könnyen megvásárolhatta. Most viszont annyira esetleges, illetve egyedi egy-egy településen a könyvterjesztésnek a módja, helye, ideje, hogy mindenhova külön stratégiát kell felépítenünk. Tehát teszem azt, egész más feltételek között áruljuk a könyveinket Zentán, mint Szabadkán, nehogy Isten Újvidéken, és hát arról nem is beszélve, hogy aztán a könyveknek a megfizettetése a könyvesboltokon keresztül is egy külön problémát jelent. Ezért is említettem az előbb ezt az internetes rendelést, mert ott tehát a legtisztább, és úgy gondolom, hogy ma már szinte minden háztartásban van számítógép, vagy a könyvtárakban minden esetre, és hát ennek köszönhetően tudunk egyfajta könnyítést nyújtani az olvasóknak. Ugyanakkor én magam is tudom, illetve sokan mondják azt, hogy egész más az, amikor az ember kezébe veheti a könyvet, átapozhatja, esetleg beleszagulhat, és annak alapján dönti el, hogy valóban meg akarja elvenni, mint amikor az interneten csak egy kép alapján kell eldönteni, hogy megveszi, vagy nem veszi meg. A könyvbusz hogyan, merre jár, hogy tervezik ezt ki, és minek alapján alkalmazzák? Hát a könyvbusz is az elmúlt években különböző pályázatoknak köszönhetően sok helyre eljutott. Egyrészt várjuk az igényléseket, tehát bárhonnan, hogyha van rá igény, hogy akár iskola, óvoda, könyvtár, művelődési otthon szívesen lát bennünket, akár egy-egy helyi eseményhez kapcsolódóan, akár ettől függetlenül. Szívesen megyünk, próbáljuk úgy szervezni a dolgainkat, hogy amikor útra kelünk, akkor több települést is útba vegyünk. Ez főleg a szórvány településeket, illetve távolabbi települések esetén kifizetődőbb. Általában olyankor délelőtt megjelenünk valahol délután és az esti órákban is, hogy ha már ilyen hosszabb távra utazunk, akkor minél több helyszínen be is tudjuk mutatni a kiadványainkat. Szóval jöhet-e esetleg az, hogy meghívásra mennek házhoz? Természetesen, erre is volt már több példa is, illetve hát van egy kis reklámunk is, ami a könyvbuszt illeti, amelynek pont az a lényege, hogy bárki bármikor hívhat bennünket, és hát persze egyeztetve az időpontokat, dátumokat, résztvevőket szívesen jövünk és népszerűsítjük nem csak a fórum kiadó, hanem a többi vajdasági magyar kiadónak a kiadványait is. Egyébként hogyan állnak az évi munkaterv megvalósításával? Hát ahogy említettem is, körülbelül kétharmada a tervezett könyveknek, ha még nincs is nyomdában, de már nagyon közel áll a megjelenéshez. És hát azt tudni kell, hogy átlagban olyan évi 30 címszót szokott megjelentetni a kiadó. Az idén kicsit nagyobb tervekkel álltunk elő, több olyan könyvünk is van, amely társkiadásban készül, elsősorban itteni kiadókkal, de magyarországi kiadókkal is vannak közreműködéseink, és hát ennek köszönhetően bizonyos munkákat nem nekünk kell elvégezni, és ennek köszönhetően növelhetők a címszavak, illetve hát említettem az e-könyveket is, amelyek tulajdonképpen már kész könyvek, de mivel ezeket újra kell katalogizálni, ezért új címszavaknak számítanak is, és hát ennek köszönhetően növelni tudjuk talán 40-45-re is az idei címszavakat. És a jövő évi terv körvonalazódott-e már, és melyek a sarkalatos pontjai? Hát az már készülőben van, én még nem mondanám el a sarkalatos pontokat, de sok kézirat, sok jó kézirattal kerestek meg az elmúlt időszakban. Nagyon nehéz és fájó elutasítani kéziratokat, ezt próbáljuk is minél kevésbé nem praktizálni. Ugyanakkor próbáljuk elsősorban a minőséges kéziratokat megjelentetni. Amit talán egy ilyen komolyabb projektünk lesz a következő időszakban, különböző EU-s támogatásoknak köszönhetően, ahol a fordítási irodalmat is jobban támogatják.
szeretnénk évente egy 4-5 fordítás kötetet megjelentetni, ez elsősorban a délszláv irodalmakból, már egy horvát, szlovén, bosnyák és a több szerb szerzőnek a művét is szeretnénk megjelentetni. Most ugye ez a jövő évben sikerül az összeset, illetve hát következő években hogyan fogjuk tudni tempírozni, ez egy másik kérdés, de mindenféleképpen ez irányba szeretnénk komolyabban nyitni, illetve amit talán már az idén elindul, és nagyon fontosnak tartom az az, hogy a képzőművészeti monográfiák sorozat, amelynek nagy hagyománya van a kiadónál, ez újraindul, és már több jeles képzőművészünknek a monográfiája készülőben van, és én remélem, hogy az év végéig egy vagy kettő meg is jelenik belőlük. Egyébként mi az eljárás ahhoz, hogy valakinek az írása, könyve, alkotása megjelenjen? Most teszem azt, írok én egy szöveget, hogy van nekem egy kéziratom, lapul a fiókban, egyszerűen behozom a fórumba, és elvárom, hogy azt kinyomtassák, hogy mit az eljárás valóban? Hát sok türelem kell, elsősorban mire egy kéziratból könyv lesz, ja. Mivel tehát egyrészt említettem, hogy 30 címszavat, illetve a könyvet tudunk évente megjelentetni, tehát itt azért szortírozni kell, válogatni kell a kéziratok közül. Egyébként bárki küldhet egy kéziratot? Persze, teljesen ismeretlen nevű valaki is? Igen, azzal, hogy elsősorban vajdasági magyar szerzők, illetve hát vajdasági szerzők könyveit jelentetjük meg, ez egy ilyen íratlan szabály nálunk, de ugyanakkor szívesen fogadjuk azokat a kéziratokat is, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a vidékünkhöz, tehát nem kizárólag az sem, hogy valaki, teszem azt, Norvégiában ír meg egy kéziratot, amely például Újvidékről szól, azt is szívesen besoroljuk a kiadandó könyvek közé. Tehát amikor megérkezik egyébként a kézirat, általában a főszerkesztő belenéz, hogy tulajdonképpen lássa, hogy miről is van szó. Most ezt elárulhatom egyébként, hogy nagyjából a magára a kéziratra rátekintve, illetve belenézve már az ember el tudja dönteni, hogy ezzel érdemes-e foglalkozni, kezdve a helyesírástól, vagy a nyelvhelyességtől, a kéziratnak a megformázásától, de ugyanakkor a kéziratokat egy recenzenssel kell véleményeztetnünk, aki elejétől végig elolvassa, mert hát egyszerűen képtelenség lenne mindazt a kéziratot, akár csak nekem, akár a szerkesztőinknek elolvasni, amelyik beérkezik, ezért általában egy recenzenst bízunk meg, hogy elejétől végig elolvassa, és aztán az ő véleménye alapján döntünk úgy, hogy a kiadás mellett, illetve ellen. Utána hát amint felszabadul valamelyik szerkesztőnk, az ő kezébe kerül a kézirat, ő is először átolvassa, formázza, próbálja megszerkeszteni, utána kerül tördelésre, utána még van egy korrektúra, szerzői korrektúra, és hát végül kerül a nyomdába is. Hát tapasztalataim szerint általában egy ilyen fél éves átfutás mindenféleképpen kell, mire egy kéziratból könyv születik. Egyébként a vajdasági magyarság körében mekkora az írókészség, vagy íráskészség? Hát ezt mondani szokták, hogy a lélekszámhoz képest nagyon sok írónk van, és hát ezt én magam is tapasztalom, hogy rengetegen keresnek meg kézirattal. Most pontos számot nem tudok mondani, de hetente 2-3 kézirat biztos, hogy érkezik. És hát, hogyha ezt beszorozzuk ugye 52-vel, akkor könnyen kiszámolhatjuk, hogy 150, és hát ebből 30-at kell kiválasztani. Általában egyébként az ember tudja, ismerve a szerzőket, illetve hát a irodalmi életünket, hogy melyik szerzőtől mire számíthat, de sokszor jönnek bennünket meglepetések is, pozitív értelemben.
most egy példát mondanék, illetve mutatnék is. Tavaly évben keresett meg Toma Victoria egy gyerekkönyvvel, és hát ez nem titkolt célunk, hogy a gyerekek felé is nyissunk, és hát minél több gyerekkönyvet jelentessünk meg. És hát nagy öröm volt a számunkra, amikor végigolvastuk a kéziratot, és láttuk azt, hogy ez egy olyan könyv, amivel aztán nagyon sok helyre el tudunk jutni, óvodákba, iskolákba, és Biskei Anikó nagyon szép illusztrációnak köszönhetően tényleg egy mutatós és gyerekek számára nagyon szerethető könyvet sikerült elkészítenünk. De aztán említhetném Palásti Andrea Újfalusi Cirkusz című könyvét, amely részben inkább egy képzőművészeti alkotásnak is számíthat, hogyha ez egy leporello egyébként, és hogyha az ember összeadja, akkor egy tulajdonképpen egy cirkuszi sátrat sikerül összeraknia. Úgyhogy vannak kellemes meglepetéseink is, illetve hát, mint említettem is, nagyon olykor nehéz visszautasítani egy kéziratot, főleg akkor, hogyha az ember lát benne lehetőséget, viszont egyszerűen az éves tervbe nem tudja beiktatni, illetve hát meg aladja az energiánkat a megjelentetése. Lesznek-e akciók, meglepetések az év végéig? Gondolom igen, hiszen karácsony körül mindig valamilyen meglepetéssel rukkol elő a fórum. Az idén tud-e valamit elárulni már most erről? Mi várható? Hát mindenféleképpen szeretnénk karácsonyi kiárusítást, illetve hát könyvárusítást szervezni. Ilyenkor kedvezményesen vásárolhatók meg az újabb kiadvány, legújabb kiadványaink is, illetve hát mondhatom, hogy apró pénzért a régebbi könyveink. Ezt tavaly Újvidéken szerveztük meg, de szó van róla, hogy a nagyobb városokban is szeretnénk megfordulni, illetve hát minden könyvbemutatón adunk kedvezményeket, és hát ahogy említettem, a honlapunkon nagyobb tétele esetében is vannak különböző kedvezményeink. A fórum nem csak könyveket, folyóiratokat is nyomtat és kínál az olvasóknak. Erről is illik néhány szót ejteni. Igen, hát két folyóiratunk van, mind a kettő nagy hagyományra tekint vissza. Ahogy említettem is az előbb, a Híd már a 85. évfolyamába lépett, az talán inkább szép irodalmi jellegű, és emellett van a Létünk folyóiratunk, amelynek évi 4 száma jelenik meg, illetve hát évente most már egy-egy külön szám is, az pedig inkább társadalomtudományi elhivatottságú. És hát ezek a folyóiratokkal is szeretnénk minden helyre eljutni, illetve amikor könyvbemutatónk van, akkor ezekkel is megismerkedhetnek az olvasóink. Válság van az egész világban, vajon a fórum könyvkiadó is nehézségek elé néz a jövőre vonatkozóan, vagy derülátóan várja a holnapot? Hát a válságot mi leginkább ott érezzük meg, amikor elmegyünk egy könyvbemutatóra, és hát ezt mondhatom, hogy szinte mindenhol teltházas rendezvények vannak. Persze ez változik, hogy 20-tól 50 ember, vagy 100 ember, 200 ember, viszont az nagyon jó érzés, amikor látjuk az érdeklődést, viszont amikor odáig jutunk, hogy jó, a könyv meg is vásárolható, akkor viszont csak nagyon kevesek nyúlnak a pénztárcájuk után. Ez kicsi elszomorító, de pont ezért igyekszünk minél több akciót bevezetni, illetve a könyveink árát a legalacsonyabb szinten tartani, hogy minél többen a kezükbe vehessék, és minél többen megismerkedhessenek a kiadványunkkal. Az internet nagy térhódítása ellenére szerinte van jövője a könyvnek? Én az a generáció vagyok már, aki az internetben nőtt fel, vagy nőtt fel, és néha azt hittem, mert most már csak múlt időben mondhatom, hogy a hagyományos könyv az előbb-utóbb meg fog szűnni.
Ugyanakkor mióta itt vagyok a fórumban, azt látom, hogy igenis igény van a szép könyvekre, jó könyvekre, és ebből a szempontból derülátó vagyok, mert ezt biztosan állíthatom, vagy kijelenthetem, hogy 100 év múlva is lesznek olyan kéziratok, amelyek könyvformában, hagyományos könyvformában fognak megjelenni. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Tisztelt nézőink, a Szubjektívet látták. Nézzék továbbra is a Pannoner TV műsorát. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!